What's that? Probably just training exercises. Merda. I have to find Mario and rally the troops. My men are in the courtyard. I aim to lead them around back and flank our attackers. Stay out of sight. Manapság, ha egy játéknak folytatása készül, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az jó is lesz, ugyanis általában a folytatások inkább csak az első részek sikerét próbálják meglovagolni. Ez nem igaz az Assassin's Creed szériára, ugyanis az idő múlásával egyre jobb darabok gördülnek ki az Ubisoft műhelyéből. Sziasztok, ez itt a Játékbarlang, és ez pedig az Assassin's Creed Brotherhood bemutatója. A beszélgető társam Cody lesz. Sziasztok! Ugye én már régebben vittem végig a játékot, de te, ha jól tudom, most álltál neki ismét újra játszani, és gondolom neked most frissebbek az élményeid, tehát először is kezdjük azzal, hogy ez most tulajdonképpen az Assassin's Creed 2-nek egy közvetlen folytatása, vagy esetleg egy másik történet. Ez az előző résznek a közvetlen folytatása, azonban nem Assassin's Creed 3, hanem egy alcímmel ellátott Assassin's Creed Brotherhood című játékot kaptunk. A történet az gyakorlatilag ugyanott folytatódik, ahol az előző részben abba hagytuk, Ezióval épp kijövünk a templomból, ahol az utolsó rész utolsó jeleneteit láthattuk. Tehát ugye ezzel a felütéssel kezdődik a történet. Még arra kérnélek meg, hogy meséld el azt, hogy tulajdonképpen mi is lesz a célunk a játék során. Hát ugye miután visszamegyünk Mario bácsikánkkal az ő birtokára, egy ott eltöltött éjszaka után már reggel rögtön a Borgia család ostromára ébredünk, ami ahogy lövik a falakat az ágyúikkal. Miután Ezio kimászik a szobájából, látja, hogy Mario bácsikáját Cesare Borgia elkapta és a szeme láttára kivégzi, és Ezio is épp hogy csak megúszza, hiszen egy lovon baktata sérült, és egy, nem tudom, kicsoda megmenti, és Rómába viszi. Innen indul el az új történetünk. És ugye hát ebből következik, hogy a végcél az a bosszúállás Cezárén, és ugye ez az alma, amit az előző részben kaptunk, ezt is ellopták, és vissza kell szereznünk tőlük. Ugye ez az Apple of Eden, ami már az első rész óta fontos szerepet játszik a történetben. Rendben, és hát akkor beszéljünk most egy kicsit arról, hogy a második rész után mi változott. Hát elég sok dolog megváltozott a második rész óta. Hát kezdjük először ezzel a városfejlesztgetéssel. Vannak különböző Borgia tornyok a városon belül, ahol fel kell szabadítani ezeket a részeket azáltal, hogy ledöntjük ezeket a tornyokat. Ezt úgy tudjuk kivitelezni, hogy az ott tartózkodó Borgia kapitányt meg kell ölnünk, és innentől kezdve fel tudjuk gyújtani ezeket a tornyokat, ha sikerül megmásznunk őket. Most én úgy vettem észre, hogy ezeket a tornyokat egy kicsit nehéz megmászni. Itt talán a játék egy kicsit bugos lehetett, vagy nem tudom. Na de hát akkor, ugye, amint elfoglaltunk egy ilyen tornyot, attól kezdve megnyitjuk a területet, amit ez a torony lefed, és ezen a területen belül megvásárolhatunk különböző boltokat, bankokat és egyéb épületeket. Többek közt Róma nevezetességeit is fölvásárolhatjuk, ebből pedig ugye pénzünk származik. Ja, és hát ugye nem mellékesen elfelejtettük itt mondani, hogy a mostani helyszín csak egy városban, Rómában lesz, és itt tudunk csak mászkálni. Így az előző részben látható városok nem fognak szerepelni a Brotherhoodban, de ettől nem kell megijedni, mert ez a Róma van olyan nagy, mint az az összes város együtt, amit bejárhattunk az előző részben. És ugye nem mondtuk az előbb, hogy ezeknek a boltoknak a megvásárlásához Machiavelli, akit az előző részben megismerhettünk, tőle kapjuk a kezdő tőkét, amit befektethetünk ezekbe a boltokba.
Machiavelli ezen túl a barátunk is lesz, és ő az egyik fő támogatója a szövetségnek, a bérgyilkosok szövetségének. Na meg aztán itt van egy másik nagy újítás is. Lévén, hogy ezúttal ugye egyetlen nagy városban járunk, a közlekedésünket többféleképpen is igyekeztek segíteni a készítők. Az egyik, ami már annyira nem számít nagy újításnak, az a lovaglás, hiszen az már a második részben is jelen volt. Ennek a résznek az újítása az az lenne, hogy most már a városokon belül is tudunk lovagolni, illetve lovunkat bármikor magunkhoz hívhatjuk. A másik közlekedési mód a csatornarendszer, a város csatornarendszerén keresztül lehetséges. Ezt pedig úgy tudjuk kivitelezni, hogy megvásárolunk és így egyben renoválunk különböző csatorna bejáratokat. Ezek tulajdonképpen ilyen teleportálomások, amikkel gyorsan tudunk közlekedni a város bizonyos pontjain. Azt majd meg kell említenem, hogy csak azon pontok között utazhatunk, amiket már megjavítottunk és felfedeztünk. Említettük már ezt a testvériséget, végül is ugye az a célunk, hogy új asszaszinokat toborozzunk. Amikor elérünk egy bizonyos pontot a történetben, akkor ezentúl, ha ledöntünk egy borzsatornyot, a térképen látjuk, hogy különböző helyeken találunk embereket, akiket magunkkal vihetünk, és kiképezhetjük őket asszaszinoknak. Miután magunk mellé állítottuk őket, innentől fogva fejleszthetjük a képességeiket kétféle módon. Az egyik ugye a megszokott postagalambos rendszeren keresztül különböző küldetésekre küldhetjük el őket, ahol tapasztalati pontokat szereznek, ezáltal fejlődnek a páncéljaik és a fegyverjeik. A másik módja, hogyha magunk mellett tartjuk őket, akkor a T-gomb lenyomásával bármikor a segítségünkre siethetnek, így hogyha esetleg nincs kedvünk nekünk levadászni az adott célpontot, kihívhatjuk őket és ők elkapják. Illetve a T-gomb nyomva tartásával egy úgynevezett aerostormot hozhatunk létre, amivel lelőhetjük az ellenfeleinket, ezáltal megkönnyítve a továbbhaladást. Visszatér a második rész egyik gyűjtögetős minijátéka is, ugye amíg a második részben különböző pecséteket kellett gyűjteni régi asszaszinoktól, hogy azokkal megnyithassuk a birtokunk alatt található részt, ahol Altair páncélját kaphattuk meg. Nos, ezúttal is van egy hasonló minijáték. Ezúttal a farkasbőrbe bújt Romulus követőitől szerezhetünk egy páncélt. És emellett ugye még rengeteg kisebb küldetés található a játékban. Tehát egy biztos, hogy nem fogunk unatkozni a játék során. Na meg akkor térjünk ki a grafikára is. Én úgy vettem észre, hogy nem sokat változott a második rész óta, ám nem kell szégyenkeznie az idei felhozatallal sem, mivel továbbra is egy gyönyörű játékról van szó. Nem tudom, neked Kodi van valami véleményed esetleg a grafikáról? Szerinted változott valamiben? Hát talán kicsit szebb lett, de tényleg nagyon hasonlít az Assassin's Creed 2 látványához, viszont az nekem nagyon tetszett, ahogy ezt a ókori Rómát lemodellezték, és az épületek nagyon szépen sikerültek, illetve az is tetszett, hogy több valós építményt is lemodelleztek, illetve helyi látványosságot. Például találkozhatunk a római Kolosseummal is, diadalívekkel, amiket nagyon érdemes megnézni, egy kicsit közelebbről felmászni rájuk, és hasonló. Szerintem ez nagyon jót tett a játéknak, hogy így megcsinálták. Igen, hát ugye, hogyha való életben nem juthatunk el Rómába, akkor legalább így a játékkal föltérképezhetjük azt. Na meg aztán itt van ugye nekünk Leonardo, aki már a második részben is nagy barátunk volt, aki ugye ezúttal a Borgia fogságában van, tervez nekik néhány dolgot, hadigépezetet, de továbbra is a mi oldalunkon áll, és különböző fegyvereket vásárolhatunk tőle. Igen, és ugye Leonardo ezeken kívül még mellékküldetésekkel is ellát minket, ezeket a hadigépezeteket, amiket tervezett, vissza kell szerezni a Borgiáktól, és elpusztítani őket a tervrajzaikkal együtt. Ha már fegyverek, akkor beszéljünk még egy kicsit a harcrendszerről is.
ugyanaz a védekezés, majd ellentámadás rendszer található meg a játékban, mint az előző két részben. Még esetleg megemlíteném az egyik kedvenc fegyveremet a játékban, ami amellett, hogy szerintem egész pofásan néz ki, meglehetősen hatásosan használható, ez pedig a számszeri, ami a pisztolyunk mellett jelenik meg a játékban. És ugye nekem ezek már kimaradtak, de Cody említette, hogy jelentek meg különböző DLC-k is a játékhoz. Erről mesélj nekem valamit, légy szíves. Mik találhatók ebben? Hát én egy Leonardo eltűnése című DLC-vel játszottam. Ez egy külön néhány órás történet, amit végig kell vinni. Itt egy új sztorit kapunk, amelyben eltűnik Leonardo. Ki kell nyomoznunk, hogy kik és miért rabolták el, és természetesen meg kell mentenünk a végén. De a végkifejlet szerintem egész érdekes lett itt is, akár csak a fő sztoriba. A Ubisoft elég eredeti multiplayer móddal jutalmazta meg a program használóit. Te elmeséled ezt nekünk, hogy miért is ilyen újdonság ez? Nos igen, az Ubisoft elég jól ért a multiplayer játékmódokhoz. Ha visszaemlékezünk, akkor a Splinter Cell Pandora Tomorrowhoz is egy meglehetősen élvezetes multit kreált. Na de akkor a Brotherhood multia. Ugye a multi nem egy egyszerű deathmatch, hanem minden játékos egy bérgyilkost alakít, aki az ellenfél játékosai közül kap egy célpontot, és őt kell lehetőleg észrevétlenül likvidálnia. De természetesen közben jó magunk is, célpontok vagyunk valaki számára. És ugye az egész multi egy folyamatos macskaegér játék. Tehát abban azt hiszem nem csak mi ketten értünk egyet, hanem a legtöbb játékkritikusnak nagyon tetszett ez a multiplayer mód, meg hát ugye az egész játék. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen az Assassin's Creed Brotherhood csak egy feltápolt Assassin's Creed 2. Cody, esetleg még valami hozzáfűzni való? Nekem személy szerint még a szinkron nagyon tetszett, ez az olasz akcentussal beszélt angol. A második rész óta nekem nagyon tetszett ez, és ez meg is maradt. Illetve a zenék a játék alatt szerintem kifejezetten jók tudnak lenni. Úgy ennyit szerettem volna még hozzátenni. A játék következő része az Assassin's Creed Revelations, november 15-én, idén november 15-én jelenik meg. Tehát akinek eddig esetleg kimaradt volna a játék, vagy csak szeretne képben lenni minél jobban az eseményekkel, akkor szerintem tegyen egy próbát a játékkal, hiszen őszig már úgysem jelennek meg különösen nagy címek. Tehát akkor már ennyi lettünk volna. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok! Sziasztok!